Ez a szabolcs már Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara konferencia terme. itt versengenek a leendő központi fűtés és gázhálózat szerelők, valamint az épületgépész technikusok. Több szakon több verseny is zajlik, ez az országos szakmai tanulmányi verseny, valamint a szakma kiváló tanulója verseny. Ez az elődöntő már január 3-ától zajlik, minden nap más szakma, akár több szakma is egy nap. A legtöbben a magasépítő, magas technikusok jelentkeztek, ők mintegy 36-an az idén, de szintén nagy volt a jelentkezés aránya a vendéglátás szervező vendéglősök körében, illetve a szakácsoknál is. A versenyeket 41 szakmában hirdették meg, szabolcs már Bereg megyében azonban csak 32 szakmában jelentkeztek a fiatalok, szám szerint 224-en. A következő napokban a leendő eladók, logisztikai ügyintézők, valamint az informatikai rendszergazda és a szoftverfejlesztő tanulók versengenek Nyíregyházán.